Mármint visszahallod magad tőlem? Na. Igen, valami ilyesmi. Már egy pillanatot megy. Nem, most már nem elvileg, most már nem kéne, hogy visszahalljam, úgyhogy... Igen, most már jó. Elvileg! Na nézzük, mondj egy habzsi dőzsit! Na, hát ha minden igaz, akkor most már tökéletesen kell, hogy működjön. Így van. Így van, és ne felejtsük el a Statman, ugye, emberkénket, akit Rizza beszervezett itt. Fricskó is, vagy azaz Fricsi, itt van velünk, és ő fogja segíteni a munkánkat. Igen, de hát rosszul mondtad, mert nem beszerveztem, hanem akit Rizza fizet, ugye? Ja, igen. Igen, ez mert így azért van. Hatalmas fizetésekről van szó. Mindenképp, mindenképp. Ha jól hallottam, akkor Fricskó is mondott egy-két szót, de nálam nagyon halk volt, vagy én hallottam rosszul? Igen, azt mondta, hogy hát igen, igen. Akkor jó van, akkor a hallásom még mindig olyan, mint egy... süket tyúké. Úgyhogy na nézzük akkor a mérkőzést. Előbb azért láttam, hogy sajnos nem tudtam hazaérni időbe, úgyhogy láttam, hogy egy nagyon jó kis mérkőzést tudták közvetíteni. Úgyhogy igen, nagyon pörögnek itt az események, kérlek szépen. Tehát itt egyik ligából másikba épp, hogy belecsöppenünk. Na nézzük akkor, mit mondasz előjáróra erre a mérkőzésre? Mert szerintem azért most az Angry Ducksról azért elmondhatjuk simán, hogy az egyik, hát a név mindenképp stabil, tehát az utóbbi tornákon most már ezzel a névvel jócskán találkozhatunk, és azért hát a játékosok is, jó, van cserélgetődés, de Robespierre irányításával egyelőre úgy tűnik, hogy egy elég erős szintet üt most már meg ez az alakulat, és hát ugye a Hungarian Huskers, ugye ez a név sem szerintem nagyon új, legalábbis aki régebb óta követi a Dota 2-t, és hát ott is régi arcokat láthatunk, Szonasi vezérletével ugye, aki megint csak összehozott egy ötöst, és szerintem amúgy, ha bár ugye két random gárda, akik ugye nem olyan rég álltak össze ezzel az ötössel, mindenképp szerintem egy nagyon parázs összecsapást láthatunk majd. Igen, főleg azt fogja diktálni, ugye, hogy mind a két csapatban vannak olyan playerek, akik egyéni szkélben nagyon durvák, tehát tényleg jól játszanak. Csapatban is ugye most már azért lehet azt mondani, hogy összeszokott csapatokról van szó. Én szerintem itt, ha a két csapatnak a skilljét nézem, akkor olyan egyformára, 50-50-re mondanám. Szerintem ebbe a gamebe tipikusan, de ez best of 3, ugye? Igen. Így van. Tehát itt a hibák fognak, meg a draft fog dönteni szerintem. És szerinted, tehát hogy érzed? Mennyire egy rossz draft például úgy értve, hogy amit... Azt mondom, hogy nem is feltétlenül az ellenfél counterel, hanem mondjuk nem a számításait szerint alakul. Például egy-két lén, ami gyengébbre sikerül, ugye a mérkőzés első 5 percében, az mennyire befolyásolhatja a mérkőzést? Hát abszolút teljes mértékben tönkreteheti, viszont ez attól is függ, ugye, hogy például van egy triléned, és egy trilén ellen játszol, oké, azt kikapjátok. Kérdés az, hogy a mided az mennyire tud dominálni, és mennyit tud majd segíteni azzal az első genkkel, ami érkezik le. De én... A draftokról mégiscsak annyit szeretnék elmondani, hogy itt van például az előző game, példának, ahol ilyen 26-3 vagy 5 volt az állás, de végig tudni lehetett, hogy a Truex fogja megnyerni ezt a gémet, mert olyan szintű push stratégiát, és én nem is értem igazából, hogy hogy tudtak kihozni ilyen hősöket, olyan szintű pushuk volt, hogy azt nem tudták azzal a... line-up-pal megállítani, amivel volt a Guru Gaming. És egyébként úgy érzed, hogy a mostani metába, vagy úgy a Dota egészét tekintve, nem csak a mostanit. Szóval vannak olyan stratégiák, amik eleve erre vannak ítélve? Hogy például ugye mondtad, hogy szinte nem álltak annyira jó, de mégis egyszerűen lehetett arra számítani, hogy nyernek. Tehát olyan stratégia, amivel egyszerűen tudod, hogy mondjuk 80%-ban vagy 90%-ban meg fogod nyerni a mérkőzést, még úgy is, ha mondjuk az első 5-10 perc az nem sikerült jól. Hát szerintem azért ezt így nem lehet kijelenteni, ez sok mindentől függ, ugye az ellenfelednek a rugalmasságától, meg egyáltalán az, hogy az ellenfeled mennyire erős, de ha csak arról beszélünk, ugye a line-upokról beszélünk, szerintem a mostani push, amit biztosít neked ez a game, ez a gyorsított, ugye gyorsult az egész game, szerintem a pushsal az elég durván lehet előnyre. Nem, ezt nem mondom, hogy megnyerni gémeket, mert ugye ez azért sok minden beleszól, de mindenképpen olyan előnyre tehet szert, ami megalapozhatja azt, hogy a late game-et hogy fog kinézni majd.
Azért mondjuk ettől függetlenül, ha azt veszed, ugye a mérkőzéseknek a nagy százalékát szerintem ez a nagyon durva push, az annyira nem jellemző a mostani érára szerintem. Nem, mert a csapatok, ugye, és most akkor beszéljünk profi csapatokról, nem jellemző, mivel nem tudnak kihozni ennyi pusher hőst. Ugye az előző game-ben láttunk, hogy 5 hősből 4 pusher hősük volt. És igazából egy picit a Guru Gaming kapitánya figyelmen kívül hagyta azt, hogy oké, nekik van egy olyan early game dominanciájuk, amivel majd meg fogja tudni fogni az early game-et, akár hogyha elsznowballoznak. Viszont arra nem számoltak, hogy ha ez a 4-5 hős összeáll egybe, akkor ők nem tudnak mit tenni ellene. Mert egyetlen egy olyan hősük nem volt, aki azt lehet mondani, hogy na igen, ezzel lehet defelni. Nem volt egy Tinker már, nem volt egy Ezalor Illuminate, vagy bármi olyan, tudod, amivel meg lehet fogni egy olyan pusht, amiben annyi unit jött be, hogy nekem már szaggatott a gépem. Hát igen, előfordul, hogy azért, meg tegyük hozzá ugye, hogy best of van, tehát előfordulhat abszolút ezekben olyan, hogy az ellenfelet meglepi egy-egy ilyen stratégiával, és bizony ez sorsdöntő lehet, hogy jársz túl az eszén. És ha már ugye azt mondtad a mérkőzés elején, hogy a hibák dominálhatnak, én is azt mondom, hogy például egy draftnál is azért, hogyha nem megfelelően számítjuk ki, hogy mondjuk 2-3 pusher hero után esetleg el kell gondolkodni, hogy inkább beáldozunk egy picket azért, hogy legyen valami erős counter pushunk, akkor szerintem ez is odavés azért a hibákra váltká részre. Abszolút. Egyébként milyen párti vagy, hogyha a draftot nézed? Az ilyen pörgősebb, az elejétől gankelsz, léneket megnyerős Én játék. agresszív vagyok, igen. Én jobban szeretem azt a menjünk, smoke-oljunk, gankeljünk, öljünk, mint az, hogy na akkor álljunk be a carry mögé, várjuk, amíg kiszedi az itemeiket, amidre nem kell segíteni, mert neki is olyan, ő is olyan hőse van, ami inkább farmos. Az offlane-es el tud mozdulni, de ő nem igazán jön még, mert neki is kell seed meg farm. Én inkább az vagyok, az a level 1 smoke, behelyezkedünk, csennel, mozog, tudod, maze gank, ahogy van cold snap invoker-en, ahogy van, aztán ahogy van bármilyen lockdown, érkezel és csinálod. Meg a Trillane-en is én jobban szeretem az agresszívon. Ez így van. Hát azért, hogyha most megnézed ezt a hét hírót, ami jelenleg bent van a poolba, Durogni illetve fog. ez nagyon úgy érzem, hogy ez egy agresszívabb játék lenne, mert hát szerintem mindegyik hero abszolút jó arra, hogy ezt megvalósítsák. Ugye, és jelen állás szerint azt lehet mondani, hogy nem is nagyon itemfüggőek. Tehát még csak azt se lehetne mondani, hogy nagyon itt farmolgatniuk kéne. Talán a Slardar lehet azt mondani, hogy ő köszöni szépen, és akkor mondjuk egy gyors blinket kiszedne, meg talán a pak, de ha azt veszed, az mindenkinek megvan az a fegyvere, hogy még a szint sem feltétlenül annyira. Megint csak talán azt tudom mondani, hogy Slardér is a pak, hiszen két olyan spelljük van, meg esetleg a Juggernaut. Ettől függetlenül szerintem az adok-kapok már az elejétől el fog kezdődni, és a Night Stalker ebben én csak úgy érzem, hogy megerősít minket, Így van. mert ő is egy olyan híró. Habár mondjuk azért szerintem hogy az éjszakát meg a nappalokat ugye lerövidítették, szerintem ez egy erőteljes nerf, én úgy érzem ezzel a híróval kapcsolatban. Mármint hogy érted, hogy nerf, hogy a Night Stalker részére? A Night Stalker, igen, mert ugye az első éjszaka az amikor ugye elhozták ezt a hírót, akkor sokszor taglalták, hogy ugye ez a híró eléggé függ, hogy az első éjszaka alatt hogy tud teljesíteni. Úgyhogy mondjuk megfelelő rúna kontroll, stb. Az nyilvánvaló belejátszik, de hogyha leszáll az éj, akkor mennyire tudnak ugye a léneken kontrollt szerezni, és mondjuk egy-két genkel milyen jól tud utána teljesíteni mondjuk. Viszont az egyszerűen nem is hiszem, hogy a szintje meg lenne az első éjszakára, meg talán az a fölény is, hogy ugye az a Hunter of the Night esetleg elegendő pluszt adna neki, úgyhogy szerintem a második éjszakát mindenképp meg kell várni a Night-tal. Hát igen, kávé, de azért ez megint sok mindentől függ. Tudod, hogy mekkora előnye, tudod, hogy alakul a minden az élete. Mert én például láttam már olyan gémet, ahol meg tudta ölni a midest egyszer, és ugye neki volt plusz egy level, egy szint különbség. Ahogy leszállt az éjszaka, ő elment a Trillére genkelni, ahol ugye még csak ilyen kettes-hármasok voltak az úri emberek, szana szétszincálta őket ez a Night Stalker. Ez mi akar lenni, hogy ez egy vámpír, vagy valami ilyesmi? Hát igen, egy félig vámpír, félig. Szétszincálta őket a vámpír. Így van. Mondjuk érdekes lesz, mert ugye ha megnézed azért az ellenfélnél, hát a Puck ugye például az orbbal ki tud ugrani, mondjuk ettől függetlenül, hogyha megkapja a Silence-t, akkor bajba lehet, de azért Venomancer Gale, Nyx Assassin Stun, Slardar Stun, tehát eléggé tudják őt kontrollálni, én úgy gondolom, úgyhogy ezért is lesz érdekes, hogy aznak a Night Stalkernek milyen sorsa lesz.
úgyhogy kérdés lesz. Ráadásul, hát nem tudom, egyelőre az, nyilván a Venomancer-re mondanám én azt, hogy support, bár ugye az Angry Ducks-nál sosem lehet tudni, hogy mikor vállalják be. És ez az Elder Titán megint egy érdekes, úgyhogy megint kaszterek legyünk a talpunkon, hogy a lénelésnek próbáljuk itt kitalálni. Nem tudom, én azt tudom, hogy az Elder Titán az nagyon elveszett a mostani metába, pedig szerintem egy nagyon jó hős. És igazából nem is értem, hogy miért lett annyira elrakva. Talán az, hogy vannak tőle jobb például offlane-esek, vannak tőle jobb supportok, de én még mindig azt mondom, hogy a harmadik spellje miatt ugye az a damage, ami bejön neki, hogyha átnyomod egész uniten, azért az többet üt, mint egy fa. Jóval többet üt, mint egy fa. Hát igen, és ráadásul én azt gondolom, hogy ugye nem fel... Hát jó, a damage nyilván erős volt abból a spiritből, de a Natural Order aura, ami igen, még mindig nagyon durván jó, úgyhogy érdekes. És ez lenne egyébként a következő kérdésem, hogy ha bár jó, nyilván volt egy-két változtatás a Titánon, de a Hero-nak a koncepciója az ugyanaz, tehát megmaradt. És mégis azt lehet mondani, hogy nagyon sokat pikkelték, sok változás nem történt, ennek ellenére tényleg a feledésbe merült. És ez miért lehet, hogy a patch ugye hozott néhány olyan Hero-t, ami ugye a... háttérből, meg a sötétségből felemelkedett, ugye a sok pozitív változás miatt, vagy egyszerűen errefelé változik a meta, hogy már a Titán például nem fér bele egy-egy line-upba? Hát igazából én ezt nem tudom, én annyira nem érzem egyikre se. Inkább az van, igen, amit mondtál, hogy most már ez a meta miatt annyira sok hős meg tudsz játszani, ugye amiket például mikor volt az International 3, igazából semmi más nem pörgettek, csak azt a Morphot, meg a Spectre-t talán, meg a fát ugye, és most meg annyi hős van, amit ki tudsz hozni, és ami jó lehet, hogy ezért mondtam, hogy talán lehet, hogy van tőle jobb hős is, ami például jobb lockdown-t ad, nagyobb damage-et, nagyobb burst-et, vagy valami, de hát én mindig továbbra azt mondom, hogy egy nagyon jó hős. Na hát kiderül igazság szerint ebből a meccsből. Úgyhogy érdekes lesz, hogy alakulnak itt a line-upok. Na, talán az kirajzolódni látszik, hogy Venomancer ugye itt most support lesz, és ha jól látom, akkor a Nyx-el karöltve, mert az például egy nagyon erős support, bár rég láttuk szerintem a Nyx Assassin supportként, de akár be is válhat, mert az a Trilane ott nagyon félelmetes lesz, tehát nem tudom, talán a Tide fog velük szembenézni, de az a dupla stun meg a gél miatt az a nagyon durva slow, hát még hogyha a Kraken erre is rak a Tide Hunter, ami nyilván ugye egy bizonyos damage után leszedné róla a stunt, hát nem tudom, szerintem nagyon nehéz dolga lesz annak a Tide Hunternek. Igen, és ugye az már biztos, hogy egy support lesz, mivel sagasan supportot szokott játszani, Ipster Láma pedig offlane-est. Úgyhogy meg lesz a szint a Titánon, érkezni fog le a Trilane-re, és elnyomja az ultiát, azért majd ott fog nagyot ütni. Hogy is volt ez az izé, hogy itt lesz a legnagyobb csapás? Gyűrűk urába volt? Hogy a kalapács csapás itt lesz a legkeményebb, vagy valami ilyesmi volt. Na hát ezen a Trilane-en fog majd meglátszani szerintem a Titán ulti, amikor piffen. Na hát igen, kérdés lesz, mert ugye azonnal, tehát már én belementem itt, hogy a Tide-nak nehéz dolga lesz, de ők váltottak is. Először fentre indult ugye a Ancient Apparition Jugger Dazzle 3-as, de aztán rájöttek, hogy lehet, hogy ez a Titán az ott nagyon kapja az ívet, úgyhogy itt már is az elejétől kezdve akcióra számíthatunk. És kérdés lesz, mert hogyha például, ha a Dazzle bevállal egy level 1-es grévet, akkor esetleg, meg hát mondjuk elég... későn lesz azért level 2, úgyhogy kérdés lesz, hogy a Dazzle-en szerintem sok múlhat. Persze, hogy abszolút. Hát egy Dazzle-en mindig sok múlik, közben lehet, hogy itt találkoznak egymással. Rácok. Dazzle-en azért sok minden múlik. Például én nem vagyok senkivel se elfogult, meg én nem is szeretem, de muszáj ezt felhoznom. Amikor játszott a... azt hiszem, hogy tegnap, amikor játszottak a We Come In Peace-esek, ugye Ticóék ellen, azon a Nocha ellen, akkor például a Dazzle kettő teamfight volt, kettő egymás követő teamfight volt, tehát nem azt mondom, hogy eltelt közte 10 perc, hanem ben voltak a bázison, és közvetlenül egymás után zajlott két teamfight, és ugye a Morphra nem ment rá az a Grave. És a Grave-et, ahogy nem nyomta el, ugye meghalt a Morph, visszavette magát,
akkor sem ment el a gréf, hanem saját magára nyomta a dezen. Na most, hogy ez véletlenül lette volna, vagy egyszerűen nem ért oda, ezt nem tudom megmondani, de hát azért ott látszott, hogy mennyit érhet az, hogy egy dezen hogy játszik azzal a... Mármint, hogy egy játékos hogy játszik a dezenre, és hogy mennyi múlik rajta. Hát mindenképp már ugye azért mégiscsak 5 másodpercig nem fog tudni meghalni az az egyén, és hát kérdés lesz, hogy majd tényleg hogy sikerül majd használni ezt a spellt. És azért nézzük is meg a csapatokat, ugye fönt. Érdekes hipster láma, ugye Bootsa a kezdett, és ugye szerintem készült is, hogy egy Trillinnel fog szembenézni, de most nagy megdöbbenésére ugye Tide néz vele farkas szemet, úgyhogy lehet, hogy ez neki itt egy jó dolog. Szóval ő látszik az Elder Titannal, offlane-en. Miden, ugye Robespierre a Puck-kal játszik, Burning, Slardarozik, True Believer, Venomancer és Sagash Nyx Assassin. Másik oldalon ugye Remarts, Ancient Apparition, Massacre, Juggernaut, Suicide Ghoul, Dazzle, Gem, Nightstalkerezik és fönt pedig Sonashi, Tidehunterezik. Hát igen, és nálam azért már hagyományok szerint fönnmaradt az overlay, de megint nem maradtatok le semmiről. Egyébként a legnagyobbak is hibáznak, mert AC például tegnap 3 perc után vette le az overlay-t, úgyhogy... És ugye az egy Navi Alliance meccs volt. Elnézést kérek, srácok, nem tudom, valahogy mindig gondolok erre, de mire a végére jutunk, mindig elfelejtem. Meg fogom kérni Rént, ugye, hogy programozzon le nekem valami olyan programot, ami pipikkel, hogyha vége van a hősök kipikkelésnek, mert ez tényleg botrányos, hogy én mindig fönfelejtem az overlay-t. OBS-ben is amúgy akár billentyű kombinációt is megadhatsz, és akkor ha úgy van, egy pillanat alatt megváltoztathatod. Ennek ellenére nálam is van egyébként, hogy para, és akkor fönnmarad, de hát... Én hát úgy igen, mondom, de... az attól leszel igazán jó kaster, hogyha ilyen vétesz még ilyen hibákat. Én úgy vagyok vele. Az és biztos. Akkor nincs semmi beleég az agyadba, hogy mire kell, hogy figyelj. Így van. Igen, csak tudod, én hiába állítok a billentyűzetem valamit, hogyha azt elfelejtem, hogy az overlay-t vegyem már le. Igen. Kell nekem egy ilyen ember, srácok, aki minden game után ugyanígy, ahogy Ticó is szól, hogy overlay-t levetted. Köszönöm szépen, Ticó. Na és akkor itt azért megy az adok-kapok rendesen. Miden egy picit elhúzni látszik az a pack 15-2-vel, míg a Nice Tokennek mindössze 9-2-je van. Érdekes egyébként, hogy nem vállalt be Stout Shield-et, tehát egy borzasztó gyors botlét szeretett volna. És ami már érkezik is majd a körérbe, sőt egy Boots is ott lesz. Érdekes azért, hogy Nightstalkerrel szerintem egy pack ellen illik az a Stout Shield, mert elég sokat levéd így azonban. Azért a packnak nem a legkisebb ugye a base damage-e. Úgyhogy ezért is érdekes, hogy miért nem vállalta be Gem. De most már ugye ott a bot le, úgyhogy semmi gond. Esetleg egy fogadás már a TZ dupla, vagy semmi a tegnapira? Azt mondod, hogy akkor duplázzuk meg azt a 2 liter pálinkát? Igen. Nem 2 liter, igaz? De jó, 2 liter, igen. Szóval most egy hordó, ugye az a dupla? Ha én jól számolok matekból, akkor az egy hordó. Igen, abszolút. Rendben. Hát akkor egy hordó pálinka. Én azt mondom, hogy 3 mérkőzést látunk. Én azt mondom, hogy csak 2. És akkor maradjunk ennyibe. És akkor nem kell azt mondanod, hogy ki nyer, hanem csak annyi, hogy te azt mondod 3, én azt mondom 2. Így van. Akkor, ahogy mondani szoktad, fogjunk kezet és vágja le egy szamuráj. Így van, de hát ez is... Hát ezt ugye tegnap hodosítottam meg, ugye. De azóta már szállóigévé vált. Persze. Hát meg ez azért nemzedékről nemzedékre fog repülni. Hát tudom. Persze, szájhagyomány alapján. Aztán a végén kiderül, hogy hoppá, Suicide Go, nagyon szép volt az aztán felülről. Szagasznak meg még a Gale is eltalálja. Grave ide vagy oda, most még elmegy, de szerintem nem fog megmenekülni. Egyszerűen nincs esélye, túlságosan ott vannak körülötte. Mondjuk az Ancient Apparition egyből váltott, és ugye elment az a Chilling Touch, de hát nem volt már meg a damage-ük. És így viszont a First Blood, méghozzá ráadásul a Slardaré lett. Akinek ez egy gyors PT-t fog jelenteni. Így van, meg is vette. Kíváncsi lennék egyébként egy olyan statisztikára még, hogy például az Elder Titán a Tidehunterrel hát hányszor került úgy szembe profi mérkőzések? Nem tudom, van-e ilyen, vagy lehet-e kikeresni? Szerintem nem könnyű feladat már. De Fricskó, hátha megoldja. Feladatot. Hopp, közben el fogják ott kapni Remarcot, így van. Nem is fog menekülni. Nagyon jól veszik észre egyelőre a lehetőségeket a srácok, és azonnal, ahogy hibázik az ellenfél szupportja, azonnal ugye. Nekem egy jóféle fagyás azért még kijutott a mai estére. Onnan nem láttam.
Kilt. Szóval így van, megölték az Ancient Apparition-t, és ha jól láttam, akkor próbált volna devardolni szegény. Ettől függetlenül még meg lehet, hogyha a társak bemerészkednek majd oda. Egyelőre azonban, mivel már Vision-t nem ad ugye a Sentry Ward, ezért nem láthatják. Illetve nem tudom, hogy tudnak-e róla, elvileg tudniuk kellene. Közben csatlakozol vissza? Egyébként. Persze, hogy abba hopp, 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 közben fönn meg Szonasi elhasználta, így van a Revige-et, de nem lesz meg Hipster Láma. Úgyhogy egyből jött is volna egyébként a TP. De így hát a Revige arra újabb 150 másodpercet kell majd várni. Úgyhogy hát nem hiszem, hogy a Tide egy hamar segíteni fog a társaknak bármelyik lénen. Hát igen, azért ugye a Titán is eléggé erős kisíró, közben érkezik a pack, és mivel a Tide ugye, áj, nagyon szép volt az a stomp, pont oda fog érni a pack, és ez azt fogja jelenteni, hogy még a Dream Coil, ott az Orb is, meg egy Waning Rift, nagyon szép ez megint ez a kill, és egyelőre nagyon szépen használják ki. Pedig, hát ugye fönn nem volt Ward, csak ugye a lenti, ről lenne visionje ugye a Radiant csapatnak, de hát talán esetleg Jem szólhatna. És sokkal aktívabb egyelőre a midről a pack, mint ugye amire a Night Stalkerre lehetett onnan számítani, hogy ő próbálkozik majd meg egy-két rúnával. Azonban ez még nem jött össze, mindössze ugye egy Facebook-ca van meg most már. És hát ugye még egy perc van az éjszakából. Az ultiján nincs egyelőre, tehát lehet azt mondani, hogy majd újabb 4 percet kell arra. Ugye 4 perc az éjszaka és a nappalnak a hossza is. A 12. percig majd várni kell, hogy az a Night Stalker újra akcióba lendülhessen. Most viszont lentre érkezik, de a sprintet már sikerült a Slardarnak elnyomnia, és meg fog menekülni, nem mert még lesz egy Voidra, de nagyon szép az a Crash, és meg fogják ölni Jemet. Robespierre is megérkezik, nagyon szépen reagálnak egyelőre a srácok. Abszolút, is azt néztem, hogy lehet, hogy most hülyeségek mondok, de Burning azzal a sticker nagyon jó választás, mármint nagyon jó befektetés csinált, mert ez a stick mentette meg az életét. Ugye a massza, ahogy elnyomta a kis pörgését, a Blade Fury-t, pontosan annyit töltött vissza az a stick, hogy még ki tudott futni, és így hát egy picit bajba kerülhetett volna, beblokkoltott a csapattársa, hogy érkezett lentről, de időbe kapcsoltak és nem szorultak be. Meg kell mondjam egyébként, hogy nagyon összeszedett szerintem egyelőre az Angry Ducks, tehát nagyon-nagyon pofásan és pontosan játszanak. Egyelőre nagyon a timing az ott van, egyből reagálnak minden szituációra, a kommunikáció is nagyon pecül működik. És hát ugye mondtad, igazság szerint, hogy a hibák dönthetnek, és egyelőre szerintem almozottan követi el ezeket a Hungarian Huskars. Így van. És akkor ahogy mondta te is, the timing! Timingú! Dude! A timing nagyon fontos! Profi meccseken összesen 123-szor pikkelték a Titánt, ebből összesen egyszer került egymás ellen a Tide-dal, akkor a Hal csapata nyerte a meccset. Na hát meglátjuk, hogy a Tide Hunter így is lesz egy győztes a mai meccsen. Egy Dream Coil elment, meg ugye jön a héztes Pack, aztán a Revige az megint ott volt, és 4 embert is elkapott. A Pack egyelőre még él, de a Phase Shift után ugye sikerült megölni. Nagyon szép volt az a Sleep is. Egyelőre Sonashin ugye ott van a Dazzle-nek a Spell-je, de nem lesz elég, így van, megölik, úgyhogy most egy-egyet sikerült cserélni. És ugye az Earth Splitter is elment még közben, ha jól látom, így van. De az, hát nem tudom, pedig nagyon jó volt az a stompot, de úgy tűnik, hogy az a Earth Splitter az nem vált be. Később ment már el, mert egyszerűen fölébredtek a Dazzle és az Ancient Apa ulti, simán egyik jobbra ment a másik balra, ki tudták dodzsolni. Hát igen, erre is figyelni kell, közben továbbra is ugye 4-en vannak lent a Radiant csapatból. Lehet, hogy újabb killt szeretnének. Érdekes egyébként, hogy ha megnézed, Initiate Hero-ból eléggé nincs senki a Hungarian Huskarsnak. Ennek ellenére a Tide úgy döntött, hogy mégis legyen az az Arcane Boots az első, és nem a Blink. Ezt te hogy látod? Hát... Nem tudom, szerintem, hogyha annyira jó farmja volt, akkor elmehetett volna. De viszont abszolút látszik, hogy a sagas bajba lesz, mert igen, hát...
Nem, mert nagyon jó volt a Gale, közben viszont Burning nem fogja tudni megölni a Dazzlet, mert a Grave az nagyon jó ütembe jött. Ettől függetlenül még a Coil is megérkezik, és a Tide egyenlőre ő lesz bajba, ugye? Tehát azért viszonylag tankos híróról beszélünk. Egyik oldalon sem sikerült ölni. És így van, Szanasi is el fog tudni menni szerintem, bár Robespierre úgy döntött, hogy tart elég ideig, nem tudott kiugrani az orbba, de tök mindegy. Nagyon szép, és a Tide-ot végül is így, hogy voltak az Earthsplitterrel, most már ugye sikerül megölni, aztán Jem még visszafut, de azt a mindenit kapja, hiszen négyen is körbevették Robespierre-t, és végül is megmentik az életét. Talán nem kellett volna már. Szanasi nagyon nagy buffot kapott. Mr. Lama egyelőre szépen nyomja a stompokat amúgy. Nem tudom, én egyelőre, ahogy így nézem Fricskónak a statisztikáit, nem látok olyan statisztikát, ahol egy híróról beszél, és ilyen óriási win rate-tel rendelkezik, tudod, hogy mit tudom én, 60 winje van és 20 lose, vagy valami. Általában mindig ilyen 3, 4, 5, 6 win és lose különbség van. Hát nem tudom. Azért ez látszik, hogy a Dota az nem egy olyan játék, ahol például olyan hősök vannak, hogy ilyen imbalanszadon bonyuk van, csak ugye az még nincs benne a CM-be. Hát igazság szerint én azt mondom, hogy azért most tényleg sok hero használható, és talán ez az a patch, amiben sikerült úgy eltalálni, hogy nagyon ilyen kirívóan erős hero ne nagyon legyen jelenleg a CM-be. Persze ezzel sokan vitatkoztatnának, mert ugye ha csak megemlíted az ember spiritet, akkor egyből jön, hogy az nagyon erős, az nevetséges, meg biztos lehetne, meg Lican O, az is egy undorítóan, gusztustalanul erős író. Szóval lehet ilyeneket mondani. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy talán még mindig nem mennek 60% fölé, még akár profi meccseken se, persze lehet, hogy azért a statisztika megcáfolna. Hát igen. Mondjuk azt tényleg tudni kell, hogyha ez a mostani Terror Blade meg a Phoenix így bekerül majd a címbe, akkor lehet majd egy picit érezni szerintem azt, hogy hújjó, itt valami baj van, mert itt tényleg arról lehet beszélni, hogy két olyan hős tesznek úgy, tehát hogyha úgy kerül be, akkor két olyan hős kerül be, ami hát elég durva. Csak tudod, az az érdekes, hogy nem tudom, hogy mennyire tudnánk leszűrni, mert pubba erős, oké, valaki tudja használni, erős, oké, de mégiscsak egy Captain's Mode azért, ott azért olyan csapatokról beszélünk, hogy eléggé kívülről-belülről tudják a Totát, és ott Massacre-t elkapják, ez akár egy, hát nem lesz kill, mert ugye nincs még blinkje a Nyx-nek. Szóval, hopp, közben lent meg a Slardar le, sprintet már benyomta, úgyhogy az valószínűsíthető, hogy nem lesz. Megjönnek is a TP-k egyébként, elmegy az Ancient Apparition ulti, ami a pakkot eltalálja, és rá is kezdenek még, hiszen, na most még egy stomp és három embert is. Nagyon szép a Grave, ott van Gemen, elmegy az Earthsplitter, de az nem fog megint eltalálni senkit. Remarts pedig TP-zik, de ez nem lesz elég, egyedül Suicide Go úgy fog tudni megmenekülni, meg itt ugye a Gem, de hát meg látják az Amplify Damage miatt, és ő bajba lesz, nem fogja tudni lefutni a Slardart, így van. Triple kill ráadásul annak a Slardarnak, úgyhogy az a Blink mindjárt érkezik hozzá. Nem hiába ez a neve a srácnak, nem hiába ez a neve. Hát ráadásul, hogyha megnézed azt a két kottajegyet, azt hiszem úgy kéne kiejteni, hogy Burning, vagy valami hasonló, mert ugye az mégiscsak azt jelezné, hogy cseng az a név, ugye ilyen killeknél. Na, viszont Apparition ulti, meg egy Tide ult is, viszont csak ugye a Venomancer-t sikerült ezzel kivégezni. Én úgy gondolom, így van, nem is húha. Og, így van, nem lett Slardarnak ez a veszte. Ez lehet, hogy egy kicsit waste ulti volt. Hát persze, el akarták kapni, hogy a Slardar ne tudjon ugye elmenekülni, de már nem volt ugye range-be. Abszolút. Közben köszönöm szépen a információt, hogy nem volt in-game hangom, ez azért volt, mert ugye kifagytam, és az én kedves Dotám nem mentette el azt a beállítást, amikor átállítottam az in-game hangot, de elvileg most már hallatok minden. Fricskó, jelez kérlek. Report, please! Na, ennyi. Szépen.
Meg is kaptad az információt. Na nézzük, akkor lent is négyen próbálnak genkelni ott majd Tover alatt, meg fönt is készülnek, hogy arra Juggernautra bemennek. Egyelőre azonban lent... Hatalmas gyúkolás. Igen, jön is a TP ugye, de True Believer-t el fogják kapni. Egyelőre azonban a Stomp az még megfékezte a Tide-ot, viszont... Állj, meg lehet a kill, a Grave az elment ugye Suicide Gourra, így van a Venomancer, meghalt ott az apa ulti, 3-at is eltalált, viszont ugye nincs Ravage, és nagyon szép volt az aztán, így Jemet szerintem meg fogják tudni ölni, így van a Vendettából szágás, meg a creepek majdnem, de tök mindegy, mert ugye Slavdarnak ott volt a Crash, meg aztán Hipster Láma a Spirittel. 12-4, és előbb is néztem már egy grafot, csak elfelejtettem bemondani, viszont most már 5000 az a gold, és több mint 5000 az az XP. Nagyon meggyőző az Angry Duxin, azt kell, hogy mondjam. Hopp, és még beugranak Remarcra, és egyébként nem tudom, hogy Ridza itt van-e, vagy itt, vagyok, itt vagy, itt vagy? Persze. Jól van. No, hát közben ki... kapom itt az információkat, hogy ahogy mit kéne többet mutatni, elmondanám, hogy még nem voltam benne az ingével, elnézést, én is most mutattam be az XP gráfot, a Netfurből pedig abszolút Slardar vezet, nem is kevéssel. És Sagas még vissza tudott fordulni. Egy impérre, de aztán True Believer meg misszel azzal a géllel. Hát ő függetlenül szerintem nem tudták volna megölni a Night Stalkert. Uha. Hopp, közben meg lent, így van, a Dazzle-t megint kiszedik. Az a Slardar most már kezd nagyon durva lenni. 7-0-ba van, blinkes, Vanguardos, ott van most már egy Agra Club is. Az a, akár még 20-22 perc tájékán meg lehet. Még simán az a BKB is. Úgyhogy kérdés lesz, hogy hogyan tovább, mert nagyon elhúzni látszik az Angry Ducks. Hát abszolút meggyőzően játszanak, főleg úgy, hogy ugye a Trillén az lent szét lett nyomva. Masszának nincsen semmi, csak egy Facebook drámja. Valószínűleg ezen a Juggeren nem is lesz nagyon semmi egy jó ideig. Burning pedig abszolút a legjobban állett be a gamebe. Azt sem szabad elfelejteni, egy Robespierre nagyon szépen játszik azzal a pukkal, neki is megvannak azért az itemei. Míg Jamnek egyszerűen még egy urnát, egy Facebook urnája lesz neki. Ott van neki a bottéba, az a hészt. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan és mikor fogja elhasználni. Kíváncsi vagyok, hogy az urnáról neked mi a véleményed, mert ugye az látszik, hogy szeretné megvenni, de 2-4-ben van az a Night Stalker, és nagyon szólóba nem is tud szerintem egyelőre genkelni, meg hát 14-4-be állnak, szóval hogy mennyire fogja megélni neki az az urna? Mert hát nem egy olcsó dolog, és lehet, hogyha mondjuk azt a 800 goldot inkább Ogre Clubba, és abból majd egy BKB fölöktetni, lehet, hogy jobban járna. Szerintem is amúgy abszolút így van. Mondjuk az urnára nem lehet használni, hogy egy haszontalan item. Ugye akkor is, hogyha nem te ölsz, ott vagy a killeknél kapod az urnába charge-okat, de egyenlőre nem úgy áll a Huhu csapata, hogy bármiféle killeket is tudnának majd itt megvalósítani. Igen, én is azt mondom, hogy lehet, hogy egy BKB-ba kéne neki próbálkozni, és akkor talán nem lenne annyi dízélből rá. Na hát igen, kérdés lesz, ráadásul most ugye nappal is van, tehát még annyi félni valója sem lehet ugye attól a Night Stalkertől egyenlőre az Angry Ducksnak. Közben fönt nagyon helyezkednek, megint lehet, hogy ott egy összetűzés lehet. Hopp, közben Jam, áthésztje van, és talán ezzel el fog tudni menekülni, de Jézus Mária, az a Double Damage Slardar az nagyon durva. Megy. Az tovább megy. És a Dazzle. Hoho, Amplify Damage. Az pofon volt. Az ott ilyen piedónés volt amúgy, nem, tehát ott... Nem, az Humbugfer is volt. Humbugfer is? Persze, hogy... Hát kiki, még a Chucknur is se képes ekkora pofont ütni, te jó ég. Hát most azért meg... Op, közben egy triple kill, mert ugye beugrott még az Ancient Apparition. Aki szegény, ott helyezkedett hátul szint a T2-n, és esélye nem volt túlélni amúgy. Ez a durva. És most már mennyi? 10-0-ában van az a Slardar. Megvan a Mithril Hammer, még egy Tover, úgyhogy most már mindjárt a BKB is megvan. Hát igen, 90-szer volt neki ugye Dagger a 165 gameből, és ezt elég szép számmal nyerte azért meg. Hopp, közben Sonashit el fogják kapni, ugye most megy el csak a Ravage, és talán True Believer meg lesz, de hát érkezik megint Burning, és szétszedik azt a Juggernautot. Esélye nem volt, hogy például azt a Bladefield elnyomja, és Remarcot is meg fogják ölni, így van. És jön is a GG. Egyszerűen az a Slardar az elsnowballozott meg, ahogy mondtad, a hibák és talán a draft.
Mondhatjuk azt, hogy a draft, az ennyit jelentett? Én nem érzem így amúgy. Szerintem ezzel a pickkel még sokkal több mindent tudtak volna kezdeni. Egyéni hibák voltak, például az is, amit mondtál, hogy Jam nem vett Stoucsit, de folyamatosan ki tudta zónázni a pack. Na meg hát azért azt is meg kell jegyeznem, hogy a teamfight, ha csak a teamfightokat nézzük, akkor a Huhunak, hát nem azt mondom, hogy nagyon nagy előnyük volt, de viszont jobb volt a teamfight, ott volt a Ravage, ott volt ugye a Dezernek az ultja, és az Ancient Apparitionnek is az ultja, de Robespierre nagyon ügyesen használta ezt a Silence-t, én végigfigyeltem, mindig úgy használta, hogy amikor már látta az animációt, a Tidon, hogy el akarna ultizni, akkor mindig megszakította, és nem tudta elnyomni a teamfightokba az ultit, csak már olyankor, amikor ugye késő volt, meg ugye lenni is láttuk, hogy egy emberre tudta csak elnyomni, mert a második az nem volt benne. Úgyhogy eddig az én szememben nagyon meggyőzőek az Angry Ducks-osok. Igen, hát az Angry Ducks tényleg nagyon jó kis teljesítmény nyújtott itt most. Én annyival vitatkoznék egyébként, hogyha megengedett, hogy habár tényleg nem lehetett nagyon panasz, úgymond a draftra a Huhunál, az a Night Stalker számomra az nem stimmol. Tehát nálam nem nagyon illett bele abba a line-upba, és azért látszott is, hogy ők sem nagyon tudták kezelni ezt a helyzetet, hogy ott volt nekik ötödikként. Hát meglátjuk, hogy a második game-re hogy tudják összeszedni magukat. Szerintem pár perc szünet, és akkor következik. Mindenképp maradjatok velünk, hiszen ez egy negyed döntő a play-it, és